Menekülés a halál elől, menekülés a semmibe. Az Ukrajnát elhagyni kényszerülő kárpátaljai magyarok és ukránok 100 000 szám keresnek menedéket Magyarországon. És hogy mit lehet tenni, amikor már csak a csoda segíthet? Adni, fohászkodni, összefogni. Ahogy a budai második honvéd zászlóalj tagjai is tették, segíthetek valami? És ahogy kárpátaljai kolléganőnk is rögtön útnak indult oda, ahol a legtöbbet segíthet. A határra, csatlakozva a máltai szeretetszolgálathoz. Hallgatva a híreket a tévében, meg a rádióban, átéreztem ezeknek az embereknek a helyzetét, hogy milyen, amikor átjön az ember a határon, egy bőröndel a kezébe, csonka családdal, ugye, hiszen a férfiakat nem engedték át a határon, és akkor ott hirtelen úgy döntöttem, hogy amit lehet, mi is segítsünk, és a budai második honvéd zászló hagyományozó csapatának küldtem egy e-mailt, meg egy messenger felhívást, hogy én már pedig holnap indulok a határra, és viszem, amit lehet. Én orvosként dolgozok, és felteszek egy ilyen kérdést, hogy hát jönnénk, és várjuk az esetleges felajánlásukat. Döbbenetes volt. Döbbenetes volt számomra az, hogy a betegeim körében is nagyon-nagyon sok felajánlás jött, tárgyi, élelmiszer, ruha nemű, takaró, stb. És pénzfelajánlás. Döbbenetes volt ugye jelen világunkban, ahol mindenki mindenhol nyugtákat akar, arra tart igényt. Megbíztak az emberek azzal, hogy igen, jóra költjük, bevásárolunk. Nem gondoltam, hogy ilyen sikere lesz. Tehát én azt gondoltam, hogy az én saját autómmal eljövök, tehát annyit sikerül gyűjteni, hogy az én saját autó, egy kombi autómon, hogy bepakolok, és akkor eljövünk a családdal, és hál' Istennek ez olyan, hogy mondjam, nem akarom ezt a szót használni, hogy népszerűség, olyan sikernek örvendett, annyira átérezték mások is ezt a helyzetet, hogy pár nap alatt tényleg, hát volt, amit ott kellett hagyjunk, mert egyszerűen nem fért el az autóba. Szerdán, amikor indultunk, hát úgy gondoltam, hogy a fiamat is elhozom, hogy az együttérzést és a segítőkészséget ne csak szavakban, meg könyvekből, meg hallomásból ismerje, hanem ennek a valódiságát is tapasztalja meg. Én magam részéről izgatottan vártam ezt az egész pillanatot, mert vakra jöttünk. Volt egy telefonszámunk, hogy hova menjünk, Tiszabecs, és Tiszabecsen szembesültünk a menekültekkel, akik kisgyerekkel, volt, aki kisállattal jött, kutyát sétáltattak ott. Tényleg ezek az emberek a mindennapi életüket hagyhatták ott. Én tulajdonképpen a szülői, apai ágon görög katolikus vagyok. De katolikusként voltam nevelve. Katolikus templomba járok. Ugyanakkor, amikor elmegyek Csíksomlyóra, akkor azt látom, hogy az egy teljesen más érzés. Egy teljesen ökumenikus és mindenféle ilyen felszabadító érzés. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik akár ortodoxként, akár katolikusként, akár más felekezeteként ide kerülnek, bíznak abban, hogy valamiféle segítséget kapnak, és valamiféle útmutatást. Ebben nekünk szerepünk lehet, hogy igen, nem vagyunk atyaúristenek, de megpróbálunk nektek úgy segíteni, ahogy a mi erőnkből telik. Hogy vagy? Hát nehezen. Nehezen? Nem ez az első nap, ugye?
Ez a harmadik nap. Én azt gondolom, hogy minden tragédián túl itt a lelki oldala az, ami a legmegrendítőbb. A sorsokat, a családokat, a kettészakadt családokat, a reménytelenséget, a kilátástalanságot, tehát ezt mind meghallgatni úgy, hogy közben én tolmácsként is vagyok itt, nagyon-nagyon nehéz. És olyan szeretetet és olyan hálát közvetítenek visszafelé, hogy azt lehetetlen elmondani. Én magam is meglepődtem azon, az én indítatásom ugye alapvetően az, hogy én ungvári vagyok, és nekem egy kicsit olyan érzés ez az egész, mint hogyha most ez a bombázás és ez a háború, ez a gyerekkoromat tenné tönkre. Tehát, hogy így sútba száll az egész. És én megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy ennyire egy emberként fog összefogni hát Magyarország is, illetve az egész világ. Szóval ez fantasztikus. Azért is jöttem most ide, mert tulajdonképpen nem fogtam össze senkivel, illetve nem szegődtem senkihez. Én már pénteken éreztem, hogy én már olyan szinten be vagyok sózva, hogy nekem valamit tennem kell, valahova mennem kell és segíteni. Átnéztem a közösségi oldalakat, hogy hol van az a hely, ahol a legkevesebb a segítség. És ezért kerültem ide Beregsurányba, mert ugye a Záhony, Tiszaújlak, azok olyan felkapottabb határátkelő helyek, ahova jobban jön a segítség. És én fogtam, beültem a kocsiba, és ide lejöttem hétfőn. Kárpátaljai oldalon ugye ott is van egy máltai szeretett szolgálat, és a helyi kollégákkal egyeztettünk arról, hogy ők mit látnak, milyen szükségeket látnak, milyen feladatokkal készülnek, és hogyan tudjuk őket támogatni a munkába. Sok mindenre van szüksége az érkezőknek. A legfontosabb talán az, hogy információhoz jussanak. Kialakítottuk ezt az úgynevezett segítségnyújtási pontot. Ezt nevezhetnénk akár egy ilyen tranzitzónának. Igazából ami a funkciója ennek a helynek, az, hogy összekössük azokat a szükségeket és felajánlásokat, amik beérkeznek. Milyen szükségek vannak? Vannak azok a típusú menekültek, akik tudják, hogy hova szeretnének eljutni, meg is van az, hogy kik fogják őket elvinni, barátok, rokonok, de nekik szükség van egy pár óra, néhány perc várakozásra. Nekik gyakorlatilag egy várakozó teret biztosítunk, meleg étellel, itallal, egészségügyi ellátással adott esetben. Ebben az esetben ők viszonylag rövid időt töltenek itt. Vannak azok a menekültek, akik ugyan tudják, hogy hova szeretnének eljutni, de nincsen hozzá megfelelő eszköz. Vannak a harmadik típusú menekültek, akik pedig elmenekültek a háború elől, Ukrajnából, átjöttek itt a határon, megérkeztek Magyarországra, de nem tudják, hogy hogyan tovább, nincsen tervük, nem tudják, hogy hogyan kezdjék el az új életüket. És nekik abban igyekszünk segíteni, hogy megtalálják ezeket a válaszokat magukban. Itt van benne a tornaterem, itt vannak felállítva tábori ágyok azoknak, akik ugye nem tudnak rögtön tovább menni. Itt van elől egy pult, ide hozzák be őket busszal, akiket a határól hoznak el. Felmérik, hogy kinek mi az igénye, ki az, akiért esetleg jönnek, de itt kell éjszakáznia, vagy ki az, akinek abszolút kilátástalan, nincsenek tervei, tehát nem tudja, hogy mi lesz vele. És akkor ugye nekik próbálnak szállást szerezni, de átmenetileg itt tudják őket elszállásolni ebben a tornateremben. Itt vannak tábori ágyak, itt ugye mi is folyamatosan húztuk át az ágyneműt, felmostunk, takarítottunk, sepregettünk, pótoljuk, ami elfogyott, WC-papír, fertőtlenítő, hordjuk a gyerekeknek az édességet, a gyümölcsöt, a szendvicset, a meleg teát, tehát hogy mindig azt, ami éppen kell, vigasztaljuk, aki sír, megringatjuk a kisbabát, ha sír, szóval, hogy szóval nagyon nehéz, de szerintem ez én rettentő boldog vagyok, hogy én ebben részt vehetek.